Itt épül a Fejér megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház új belgyógyászati tömbje, amelynek előkészületi munkálatai 2021. októberében kezdődtek meg. Bucsi László főigazgató az alapkő letételi ünnepségen az intézményben az elmúlt 10-12 évben megvalósult fejlesztéseket foglalta össze, többek között ezeket említve. Az első, jobbra tőlünk a DT épület, ami 10 műtővel, egy központi intenzív osztállyal, aminek nagyon nagy hasznát vettük itt a Covid alatt, épült meg ebbe a 2-3-4 éves periódusba. Tovább a H-épületben egy komoly felújítás volt, a sürgősségi, traumasürgősségi ambulancia. A negyedik emeleten a hemodinamikai labor, ami a invazív kardiológiának az alapja. Kásler Miklós az Emberi Erőforrások Minisztériumának minisztere hangsúlyozta, a kormány 500 milliárd forintot fordított a vidék egészségének fejlesztésére. A belgyógyászati tömb 11,5 milliárd forintos beruházást jelent. A fejlesztés tétje kialakítani egy új tömböt régi lebontandó, amortizálódott épületek helyén, régi belgyógyászat, néhány egység, ami kiszolgálta az egészségügyi ellátórendszert, és egy új tömbnek a kialakítása 6000 négyzetméteren, 3 szinten, ahol új otthont kap a pulmonológia, az infektológia, felnőtt és gyermeki infektológia. Varga Tamás, Székesfehérvár országgyűlési képviselője elmondta, egyik legfontosabb feladata volt 12 évvel ezelőtt, hogy tegyen a Szent György Kórház helyzetének stabilizálódásáért. Sokat tudtunk közösen együtt előre lépni. Köszönöm szépen főigazgató úr összefoglalóját, melyben sorba szedte azokat a fejlesztéseket, amit az elmúlt 12 évben közösen együtt végrehajtottunk, aminek egyik csúcspontja volt a 2015-ben, amikor a kórház fejlesztésének az első ütemét át tudtuk adni, amely 8,1 milliárd forintból épült egy új háromszintes, közel 6000 négyzetméteres kórházi tömb. Cserbalkovics András polgármester kiemelte, a vidék egyik legnagyobb egészségügyi intézménye a Szent György Kórház. Az új belgyógyászati tömb a Modern Városok program keretében a várossal való együttműködésben valósul meg. Fontos az, hogy a várossal való együttműködésben a Modern Város programba tudtuk ezt a fejlesztést egyébként beletenni, hiszen ez lehetővé tette parkolóépítést is, ami már ugye elkészült, és lehetővé teszi a légtechnikának a cserélését is azokban az épületekben, ahol erre már abszolút szükség van. Pontosan tudjuk, hogy nyáron ez már mit jelent az ott dolgozóknak és az ellátottaknak, a betegeknek egyaránt. A 6000 négyzetméteres, három szintes belgyógyászati tömbben helyet kap a pulmonológia, az onkológia és az infektológia. Az épületet egy függő folyosó kapcsolja a sürgősségi fogadóhelyhez, így biztonságosabbá teszi a betegutakat. A beruházás várhatóan 2023. október végére készül el.